Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Ma esti vendégünk Kalász Máton, a Nemzet művésze, Kossuth díjas, kétszeres József Attila díjas, költő, író, műfordító, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük Székesfehérváron. Köszönöm. Nos, a Nemzet művésze díj átvételékor Marci bácsi azt mondta, hogy a szülőfold jelent mindent. Nos, akkor én azt mondom, hogy tegyünk egy sétát Dél-Baranyában. Menjünk el Somberekre, és nézzük meg, hogy miként nőtt fel egy olyan sombereki kisfiú, egy olyan településen, ahol a magyar szó, a német szó, a szláv, a délszláv nyelv is felhangzott. Sőt, aztán ugye 45 után pedig sok-sok bukovinai székellyel is megismerkedett. Igen. Milyen volt Igen. a gyermekkora, Marci bácsi? Igen, azért mosolygok, mert... hogy menjünk el Somberekre, ez már megtörtént egyszer, a Művészeti Akadémia csinált egy sorozatot, és mi is lementünk oda, és én ezt a falut nagyon szeretem, még arra is hajlandó volnék időnként, hogy visszaköltözzem, de az egész környék, és hát az, ugye, amiről mindig szó van, hogyha az, hogy elsősorban németek éltek ott, és szerbek laktak ott, magyarok kevésbé, voltak magyar falvak is, de aztán hát ugye megtörtént az, hogy a háború, ugye, mert hát tulajdonképpen az okozott mindent, ugye a szerbeket lejjebb küldték a helyükre, bármilyen furán hangzik, a bukovinai székelyeket hozták 43-ba Moldvából, és oda telepítették le őket. 44 őszén viszont ugye jött vissza a front, ugye azoknak szegényeknek menekülniük kellett, ha egyáltalán tudtak, és ott rajtunk mentek a kocsisorok keresztül. A rajtunk az azt jelenti, hogy Mohácstól 12 kilométerre, Mohács meg 4 kilométerre van a határtól, tehát ezen a dombvidéken mentek keresztül egészen Bonyhádig, mert ott valamilyen központ volt, ahol fogadták őket, és hát ugye megint valakinek ki kellett mennie, ugye Sombereken is, másutt is, mert hát mikor aztán visszajöttek 45 augusztusában, mert hát valahova nekik is menniük kellett, és így kicsit megsűrűsödtünk, mert aztán még 47-ben még a felvidékről is jött az a kitelepített, onnan kitelepített közösség, és hát így nagyon sokan voltunk. De a mi, és itt nem csak a gyerekeket értem ezen, de elsősorban őket, ami a mi problémánk, és hát a végén aztán kedvünk volt, hogy mi nem tudtuk azt a nyelvet, amit ők hoztak magukkal, ugye a magyar nyelvet tulajdonképpen. Tehát önök németül beszéltek. Bármilyen furán hangzik, akkor megegyezett egy Pleyer Jakab nevű úr a minisztériummal, a kormánnyal, hogy ezeken a vidékeken, ott Tolnában is, tehát nem csak Baranyában, másutt is, ahol a kisebbség van többségben, ott a saját anyanyelvét használhatja, sőt, az iskolában is azon a nyelven tanítják a gyerekeket. Tehát ez Úgyhogy volt a német, én 10 ugye? Éves koromig nem tudtam magyarul semmit sem, illetve amit tudtam azt az apámtól, mert ő honnan nem tudom, de ő véletlenül jól tudott magyarul. És ez viszont hát azt jelentette, hogy kellett volna oda, pedagógus is kellett volna, olyan tanító vagy tanítónő, aki igazán nem a nagyanyjától tudja a német nyelvet,
hanem az egyetemről. Ez viszont nem volt. Nekünk szerencsénk volt Sombereken, Buda Őrsről kaptunk egy fiatalembert, aki fantasztikusan tudott németül, és még arra is hajlandó volt, nem tudom, hogy soha senki nem tette neki máshonnan szóvá, hogy magyarul is beszélt velünk. És ha mindjárt a saját személyemre térhetek át, ő verseket próbált bennünket, verseket elpróbált bennünket, hát magyarra tanítani. Úgyhogy, ugye ez most furán hangzik, és nem is volt ez olyan könnyű világ, ő neki sem, de ha elmondhatom, hogy én az első kis versemet hogyan írtam, talán érthető, ő nekünk, mivel hát csodálta a magyar költészetet, azt ő nekem felnőttként többször mondta kint Németországban, amikor ott együtt voltunk. Arany János volt az ő legkedvesebb költője. És akkor ezt ő úgy csinálta, hogy elé állt az osztálynak, osztály, hát ugye többen voltunk, nem volt ez akkora falu, és felolvasta, hogy családi kör, írta Arany János. És akkor ezt mi hallgattuk. És érdekes módon azért az ember valamit mégiscsak sejtett ebből, hogy most mit hallunk. Én legalábbis ma is azt hiszem még mindig, és hát a vége ennek mindig az volt, hogy na jó, és akkor házi lecke, mit csinál a családotok este otthon? Most ez már a nehezebb része volt, viszont én valami oknál fogva, lehet, hogy az apám hatása is benne volt ebben, de én leültem és leírtam két strófát a házi feladat füzetembe, hogy este van, a nap már lement, a hold az égen már megjelent. Ugye máig lehet csodálkozni, hogy igen, honnan vettem én ezt. Viszont ugye a Hartmeier Konrád tanító úr, mikor megnézte a házi füzeteket, és hát mindig előfordult, hogy nem írtak meg semmit, és akkor is így volt, és azt mondta, na majd én megmutatom nektek, hogy kellett volna ezt megcsinálni, és oda jött az utolsó padhoz, és fölvette az én füzetemet. Meglátta a két strófát, akkor a dühfogta el, hogy oda csapta, és még én egy kis legyintést is kaptam, és kizavart bennünket az udvarra. Aztán visszahívott, és azt mondta, gyerekek, itt ma valami történt. Egyiktek úgy gondolta, hogy verset fog írni. És akkor elkezdte magyarázni. És a plébános úr, aki szintén verseket írt, csak németül, mikor ezt meghallotta, akkor hát leültek velem, és elkezdtek velem erről beszélgetni. A plébánosnak ugye rengeteg verses füzete volt ott a könyvek között, mindjárt a kezembe nyomott néhányat, és ha befejezhetem ezt a részt, és amikor aztán hát odáig jutottunk, hogy na most középiskolába kellene valahova menni, legalábbis nekem, elvittek előbb Mohácsra, ott hát az egy ilyen hirtelen államosított iskola volt, gimnázium volt, és akkor a pap azt mondta, na ezt nem, majd én ezt elintézem, és beutazott Pécsre, ahol érdekes módon a Nagy Lajos gimnázium már államosítva volt, de a ciszterci rend még ott volt az emeleten, és még taníthattak a
egyik épületben, amit nem vettek el tőlük, ami nem is az övéké volt, hanem a teológiáé, főiskoláé volt, és még 2 évig ott tanultunk, és itt jön a külön poén megint, hogy a magyar tanárunk az egy fiatal ciszterci költő volt, akinek akkor jelent meg az első verses kötete, Egerből jött át, Ágoston Júliánnak hívták, és amikor hallotta, hogy én verseket írok, akkor azonnal, na. És minden verset oda kellett adnom, és egyik nap azt mondta, hogy tudod mit, ezt most már én elküldöm a Vigiliának Budapestre, a Rónai szerkesztő úrnak. És ez volt, megjelentem a Vigiliában. És ez volt a kezdet. Hát őket aztán elvitték, ugye egyik hajnalban arra ébredtünk, hogy elvitték a tanárokat Kunszentmártonba a kényszermunkára, és hát aztán ezzel államosítva voltunk mi is, de az már más-másik világ volt. Ugye, na most Somberekről elmentem. Igen, de egyébként is induljunk útnak, hiszen népművelőként dolgozott a középiskola befejezése után. Igen, Mohás hát környékén. Ez érdekes volt aztán, ugye Somberekre ugye visszatérve, azért ez fontos, augusztus, 45 augusztusában megjöttek ugye a székelyek, akkor elkezdték a kitelepítést, tehát először ugye csak kilakoltatták az embereket, és a székelyeket költöztették be a német házakba. Tehát aztán jött a kitelepítés, ugye, ami hát itt már följebb már korábban megkezdődött, és mi szegények voltunk meg. Szóval minket nem bántottak tulajdonképpen, nem volt semmink. És valakit aztán beköltöztettek abba a házba, de és hát ugye akkor minden magyarul volt. És a székelyek ezen a szép nyelven beszéltek, amit hoztak magukkal, ugye Bukovinából, és mi ezt olyan szorgalmasan próbáltuk megtanulni, érdekes, mi gyerekek, német gyerekek, meg hát a néhány, nem tudom hány család, de néhány szerb család is volt még. Akkor ott azért ők nem mentek el. No, hát így aztán már, mikor középiskolába kerültem, akkor ezt a Júliánt említve, Ágoston Júliánt említve, ő úgy mindig csodálkozott az én magyar nyelvemen. Egyszer fölém is hajolt egy felelet után, is azt mondta, édes jó fiam, milyen nyelven beszélsz te magyarul? De ez a versírásban ez viszont nem tűnt föl. Érdekes módon, szóval én valamilyen kis mázlista lehettem, nem tudom, az élettől megáldva. Na hát aztán viszont ugye dolgozni kell a népművelés, ugye dolgozni kellett volna, vagy hát nem vettek föl az állami középiskolába, és ott viszont az volt a szerencsém, hogy a falu egyik fiatal lakója, az főagronomus volt az Ormánságban, egy állami gazdaságban, Vajszlón, ahol a kodolányék voltak ugye valamikor. És így kerültem oda le, és aztán bevittek Siklósra, és hát 56-ban már Szigetváron voltam. A megyei tanács azért figyelt akkor már, mert én akkor már a Dunántúlban is megjelentem verssel, úgyhogy ők úgy gondoskodni akartak rólam. Így lettem népművelő, és aztán hát fölmentem Budapestre. Ugye 1955-ben jelent meg a Hajnali szekerek az első kötete. 55 karácsonyára. Na, Pécsett azért ott nagyon jó helyzet volt, és nagyon jó emberek, a Csorba Győző, ugye Szántó Tibor, és el tudták érni az államnál is, hogy így mondjam, ugye, hogy pénzt kapjanak, hogy csináljanak egy folyóiratot a Dunántúl, ott jelentem meg aztán egyszerre 7 verssel a Szántó Tibor
jó voltából. Egyet hadd idézek. Nem a tavaly előtti szitkok verik a tisztuló eget, sűrű gubancos kertek alján cséplőgép zümmög, szemperek. Igen. Ugye ez az érlelő napok a legelső. Hát én már el is felejtett. Minden esetre az igazi segítő az a Csorba Győző nevű kitűnő költő volt. Ő volt egyébként hát a megyei könyvtárnak az igazgatója, és aztán az ő segítségével sikerült összerakni már annyi verset 55 őszére, hogy karácsonyra ez a hajnali szekerek megjelent, és hát nem csak Pécset, de a pesti kritikákban is azért már valamilyen visszhangja is volt. Igen, tehát a Dunántúl folyóiratnak ebben nagy szerepe volt nyilván. Igen, ez a... Igen. És egy kicsit beszéljünk arról, hogy innét nekem úgy tűnik, hogy egyenes útja volt, hiszen aztán jött majd az újírás, a vigília, a jelenkor, hát de azért az 1961-es időpont mellett igen, nem hát mehetünk el szó nélkül, tehát Berlinről beszélek. Akkor azért úgy volt 56 után, hogy a fiatalok is vidékről úgy igyekeztek följutni, mert hát vidéken nem sokat ért el akkor az ember, mert akkor hát nem kell mondani, hogy mi volt, ugye Pécsett is volt egy másik folyóirat, egy jelenkor, de annak már más volt a szemlélete, nem úgy, mint a Dunántúlnak. És hát én is elindultam, és ott fönt azért a fiatalokat nagyon jó szívvel fogadták a szerkesztőségek, az egyének, mint a Móra kiadónak a főszerkesztője, a Kormos István, ez a kitűnő költő, ugye mindig ellátott valamilyen munkával bennünket. Volt egy Európa kiadó, az egy nagy kiadó volt, és csak külföldi, csak világirodalmat csinált, és hát ott én, mint németül tudó, ugye nagyon hamar be tudtam jutni, hogy hát először nem fordítottam, hanem csak korrektor voltam, de ott volt egy Vos István nevű költő, aki azért a végén engem szerkesztőnek is fölvett. És hát így aztán hát nem volt olyan nagy élet ez, de azért az volt, és hát a nevünk azért szerepelt a folyóiratokban. Én is aztán bekerültem az újírás folyóirathoz, és hát másfelé is dolgoztam a Vigiliának is. Mi vitte Berlinbe a Magyar Kultúra Háza? A berlini időszak az egy legendás időszak. Ezt akartam aztán ugye mondani, amikor már átkerültünk Dunaújvárosból, mert hát ugye Dunaújvárosba jöttünk le a végén, mert nem volt lakásunk, és a dunaújvárosiak úgy próbáltak valamit elképzelni, hogy a művészeket hívnak le ide a városba, ami hát, na, pontokat teszek inkább. És akkor ugye átjártam Fehérvárra, és Fehérváron mindenki nagyon kedves volt, és rábeszéltek, nem is kellett persze, hogy költözünk ide át, ez 68-ban volt, ha jól emlékszem. Most én közben már Berlinben voltam kétszer is, mert ösztöndíjat kaptam, mint németül tudó, és fordítottam ugye magyarra, és aki hát szervezte ezt a berlini kulturális intézetet, ami 71-ben nyílt, az úgy gondolta, hogy hát munkatársnak egy ilyen fiatal ember nem lehet rossz. Na most ez nem volt olyan egyszerű, mert amikor a minisztérium megtudta, hogy Kalász Márton költő Berlinbe megy, akkor azt mondták, na nem. Ugye, mert mi nem voltunk azért se pártagok, se. Ugyanaz volt a berlini követségen, a nagykövet, azt mondta, na nem, szó sem lehet róla. De talán el szabad mesélni az érdekesség kedvéért, de az, aki hát ennek a hivatalnak a főnöke volt,
mikor bementem hozzá, és mondtam, hogy Bondi bácsi, most akkor mi lesz? Azt mondja, ülj le, ne törődj semmivel, tudod mit? Én 5 évig egy cellában ültem az Acél Györgyel. Ugye az Acél György ugye Baranyában volt lent utána, úgyhogy ő még személyesen ismert is engem. Úgyhogy így aztán kijutottam, ami végül is nagyon nehéz indulás volt, és, de azért lehetett dolgozni. És a család, hát ugye a gyerekek elég hamar megtanultak németül, ugye a feleségem ült a lakásban, ugye, és próbált ugye segíteni mindenkinek, és amikor hát aztán ide visszajöttünk, ugye, akkor itt volt azért a román igazgató úr, ugye, meg mindenki, akik segítettek. Egy rendkívül fontos időszakról kell, hogy beszéljünk, 1988. Mégpedig azért, hiszen megalakult, újjáalakult a Vörös Marti Társaság, és ön lett az elnöke. Vörös Marti Társaság azóta is szárnyal és alapvetés. Igen, de mit igen. jelentett önnek a Vörös Marti Társaság abban az időszakban, amikor még a rendszerváltás előtt járunk? Igen, hát most nem tudom, de hogy tudjak válaszolni. Mert ez egy fontos pillanat a fehérvári irodalmárok életében, igen. hogy újjáalakulhatott igen, a Vörös hát Marti én is Társaság. Voltam az elnöke a Vörös Marti Társaságnak, igen. Igen, de aztán hát végül is annak okát, hogy mi innen elmentünk, igazán nem tudnám most, nem tudnék magyarázattal szolgálni. Hát mi a Takács Imrével, ugye az Imre ugyanúgy, mindig fölültünk a vonatra, és hetenként 3-szor mentünk a szerkesztőségbe dolgozni. És az Imre nagyon szeretett itt lenni, én tudom, és mi is nagyon szerettük egymást, mi már korábban ismertük egymást. Az Imre nagyon jó költőnek számított, és hát a Sobor Antal, ugye, és hát a fiatalabbak, ugye, akik akkor azért már úgy kezdtek itt, és hát a Román Károly, aki hát szervezőnek, meg nem tudom én máig, ha Fehérvár szóba kerül, ezeket el tudom olyan ezével mondani, hogy igen, olyan hát dicsekvéssel, hogy én is itt voltam. Volt annyi szent. Itt voltam, és hát aztán, hát hogy miért költöztünk el, annak már magán. Viszont kell, hogy beszéljünk egy regényről, ami azt hiszem, hogy ma is meghatározó. Az írói pályafutásában a Téli bárányról beszélek. Hiszen a kötet alapja a németek kitelepítése volt, ami azért meghatározó abban a korban, és ami ilyen alapon ez elkészült. Nem értettem. A Téli bárányról váltsunk néhány szót, bárány, hiszen ez igen. egy nagyon fontos regény. Hát a Téli bárány az tulajdonképpen úgy indult volna, hogy a apámat akarom megírni, akit én nagyon szerettem, és akinek az élete, hát a háborúba még őt bevitték, és 44-ben, mert hát ő már túl volt azon a koron, és akkor az történt vele lent Jugoszláviában, hogy megbetegedett, akkor kivitték Ausztriába, és hát igazán már őt nem tudták tulajdonképpen hát hova tenni, majdnem ezt mondanám, és akkor ott összeszövetkeztek a barátaival, meg a katonatársaival, mert hát voltak onnan mások is a mi vidékünkről, hogy ez viszont az apámra ugye vonatkozik, ő találta ki, hogy szökjünk meg haza, most itt van mindjárt a magyar határ, mert hogyha jönnek az amerikaiak, elvisznek bennünket, akkor sose kerülünk haza. Na hát az ötlet nagyon jó volt, mert azt hiszem
néhány óra kellett, csak már ott voltak a szovjetek kezében, ugye, mert azok meg innen jöttek, és ő vele meg az történt akkor, hogy annyira rosszul lett, hogy Sopronba kitették a vagomból a vasútállomáson, mert hát most nem érdemes egy félhalottat vinni, gondolom. Ez a soproniak bevitték, akkor ő írt nekünk levelet, a nagyapámék, anyámék elmentek, és hát mivel ő hivatalosan nem tartozott sehova, hogy ilyen furán fejezzem ki magam, fölült a vonatra és hazajött még 45 nyarán, de hát nem gyógyult meg 48 tavaszán, ugye meghalt, állandóan kórházban volt. Ezt akartam megírni, mert hát én az apámat nagyon szerettem, és hordtam neki a könyveket, az ő gyerekkora se volt könnyű, mert hát ugye az apja alkoholista volt, és hát elárverezték a lakásukat, meg minden, úgyhogy ebbe úgy nem akartam. Ezt akartam tulajdonképpen megírni. És akkor, ahogy elkezdtem írni, akkor hát akaratlanul azt nem mondanám, de hát kitágítottam ezt az egészet, ugye, mert mi tőlünk is kitelepítettek még 48-ban, ugye 47-ben az amerikaiak az NSZK-ban azt mondták, na most ebből most már elég volt, el is jöttek Magyarországra, és akkor a magyar kormány, ezt sem szokták túl sokat említeni, akkor a magyar kormány kiment Moszkvába, és könyörgött a szovjeteknek, hogy keletbe még hadd tegyenek, és még 50 ezer embert elvittek Drezda környékére, és onnan mi tőlünk erről a vidékről is. És hát ezeket a dolgokat akartam én megírni, és hát ez lett belőle, magam is bekerültem végül is. Igen, én azt gondolom, hogy példaért. De érdekes, hogy ha szabad még mondat tenni, a németeknek nagyon tetszett a könyv, amikor megjelent. Igen, hát nem csodálom. Én azt gondolom, hogy... Nagyon, ami a nyelvet illeti, egy valaki a német író barátaim közül azt mondta, hogy nagy mázlid volt, mert ez a Paul Kárpáti, ez is egy ilyen kitelepített származású ember volt, aki rengeteget foglalkozott, rengeteget csinálta a magyar irodalomból, ott tanított a Humboldt Egyetemen Berlinben, és ő vállalta a fordítását. És ezt én még el is hiszem, hogy így van, hogy ugye gyerekkorában ő is egy ezért nyelvjárás beszélt szinte ott Tolna megyében, abban a faluban, és az állandóan becsúszott állítólag, már hát nem úgy, de úgy meg lehetett érezni, hogy ez valami más német dolog. Állítólag én ezt nem tudom megítélni. Minden esetre ez egy alapmű. Marci bácsi, megjelent az önről készült monográfia, ezt majd szívesen vesszük kézbe. Én azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon fontos mű. És én azzal búcsúzom öntől, hogy jó egészséget kívánok, boldogságot, és köszönöm szépen, hogy itt volt velünk, köszönöm szépen, hogy itt van velünk. És megtiszteltetésnek vettem, hogy vendégül láthattuk, hiszen Székesfehérvár emlékszik önre, Székesfehérvár kedveli önt. Köszönöm szépen. Hát én ezt valóban úgy mondhatom, én ha egy helyet szeretek, és bármikor, hogy mondjam, eszembe jut, és elmennék, vagy eljönnék, vagy nem tudom, a Székesfehérvár. Köszönjük szépen. Az a 15 év, az nekem nem csak szép volt, hanem fontos is volt, mert mi itt azért, mi annyi mindenről beszélgettünk, annyi mindent adtunk egymásnak, ezt szerintem a többiek is ugyanúgy mondanák, ők már szegény nem mondhatják. Ugye, és amikor a román
Károly meghalt, hát én elsírtam magam. Köszönöm szépen, hogy itt volt. És Székesfehérvár olyan, az én szememben olyan város volt, ahol mindenki csak segített. És ez másút nem így volt. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, vendégem Kalász Márton volt, a nemzetművésze, Kossuth Díjas, kétszeres József Attila Díjas író, költő és műfordító, aki székesfehérvári is. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Minden jót kívánok, viszontlátásra!